A rendszerváltás idején egy izgalmas történelmi korszakban bontakozott ki a germeringi kapcsolat, amelyből később hivatalosan is testvérvárosi szerződés lett. Az idén 30 éves baráti együttműködés kapcsán egy 30 fős csoport érkezett Balatonfüredre, akiket az érkezésük másnapján dr. Bóka István polgármester köszöntött az Annabella épületében. A városvezető azt mondta, a Balatonfüred-Germering közötti kapcsolat az egyik legaktívabb együttműködés. Nagyon sok területen működik ez a kapcsolat, iskolák szintjén, bizonyos szinten, sport szinten, a hivatalosság szintjén, önkormányzatok között, egyházi vonalon, a tűzoltóság szintjén. Ott a tűzoltó mozgalom egy nagyon, nagyon erős mozgalom, gyakorlatilag áthatja a város minden szövetét, és hát ezek a kapcsolatok mindenféleképpen gazdagítják Balatonfüred városát. Én nagyon bízom abban, hogy mind Germeringben, mind Balatonfüreden meg lesznek továbbra is azok az emberek, azok a közösségek, azok a szervezők, akik ezt a kapcsolatot működtetni fogják, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdemes. A csoportot Takács Miklós segítette, kísérte itt tartózkodásuk idején, hiszen számos programot beiktattak a három napba. A csoportvezető beszélt a látogatás céljáról és arról, hogy ők egy klub tagjai. Der Sportverein Germering wurde mit einigen Sportkameraden von mir 1968 gegründet. 1968-ban alapították a Germeringi Sportegyesületet. 14 szakosztály ma is aktívan működik. Egy külön csoportban vagyunk mi is, a korábban szívbetegséggel küzdő, de már egészséges emberek. Mi is sportolunk, részt veszünk az egyesület munkájában. 1992-ben már jártunk Balatonfüreden, de most a testvérvárosi kapcsolat 30 éves évfordulóján jó apropó volt, hogy újra ellátogassunk. Az rögtön feltűnt nekünk, hogy a város nagyon megváltozott, modern és szép lett. A Balatonfüred és Germering közötti kapcsolat eddig is jól működött a kultúra és egyéb területen, de azt gondolom, hogy a sport lehetne az, ami a jövőjét jelentheti ennek a barátságnak. A sport nemzetek feletti ügy, itt lehetne új kapcsolatokat nyitni, bevonva a fiatalokat. Azt azonban szeretném hozzátenni, hogy a gazdaság területén is van mit bepótolni. Én magam a városi tanács tagja vagyok, szívesen tennék azért, hogy a Füredi és a Germeringi cégek, vállalkozók között együttműködés jöjjön létre. De azt is el tudom képzelni, hogy az egyes emberek szintjén is segítünk a munkavállalásban. Ha valaki nálunk képzeli a jövőjét, szívesen látjuk. Ez nem toborzás, hanem baráti invitálás. Erzieherinnen sind immer gebraucht, also es gibt auch hier was zu tun. A köszöntés végén ajándékot adtak át a germeringiek. Egy német-magyar kitűző és egy germeringi szurkolói sál, valamint egy zászló került elő a baráti reggelen. A csoport ezután elutazott a Herendi Porcelán Múzeumba, kisvonattal megnézték Balatonfüredet, és volt idő egy hamisítatlan magyar csárda programra is.